Játsz egyénileg vagy csapatban az Unix gólvarás pontgyűjtő játékában. Tippeld meg a mérkőzések eredményeit, vagy hogy ki nyeri meg az EB-t, és nyerd meg a 4K-s TV, okosóra vagy egy játékkonzol egyikét. A játék részleteit a www.unixauto.hu/gólvarás oldalon találjátok meg. Zoli, te már tippeltél? Hajrá Magyarország! Igazi kvattrohajtás. Az autót ezt nem mindig akkora öröm, mint ahogy azt sokan gondolják, mert vannak olyan modellek, amit le kell tesztelni, meg kell mutatni. Én, amit kimondottan szeretek, ezek az utcai harcosok, tudjátok, amin utcán vannak most is, és azok, mert minden autóban van valami érdekesség. Ezt az autót, ezt, amikor megláttam a Car Classics műhelyében, rögtön szóltam a Zolinak, hogy Zoli, hívd már fel, légy szíves a tulajdonos, leszeretném forgatni, egy csomó ideje várok egy B4-es Audira, vagy egy B3-as B4-es Audira, hogy elmondjam mindenkinek azt, ami bennem van, amit szeretnék róluk elmondani, és ez egy annyira szép példány volt, ráadásul quattro, ami megint csak egy különlegesség. Úgyhogy Zoli gyorsan, rövidre zárta ezt a forgatást, engedélyezte a tulajdonos, hogy elhozzuk az autót, menjünk vele, és forgassuk. Köszönet ezúton is neki. Úgyhogy egy kicsit rendhagyó használt tesztünk lesz, kamera mögött Tánya, én pedig én magam. Köszöntünk mindenkit szépen, és remélem ti is annyira várjátok ezt, az Audi B4-es tesztjét, mint én magam vártam. Most már azt mondom, hogy évek óta, mert ezt az autót mindig szerettem volna bemutatni. És nem csak azért, mert nekem tetszik, mert még nagyon sok embernek tetszik, hanem azért is, mert ez tényleg egy olyan modell volt az Audi történelemben, amit nem én mondok, hanem elemzők mondják, hogy ez az a modell, a B3-as, illetve a B4-es, ami megalapozta az Audinak azt a helyzetét, amiben most van. Mert most már azt szokták mondani, hogy a négy német prémium márka, a Mercedes, a BMW, az Audi, meg még ki is, meg mit tudom én, három prémium márka, a Mercedes, a BMW és az Audi, tehát a három, a Porsche, igen, mondhatjuk a Porsche-t persze, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez volt az a modell, amit beemelte az Audit ebbe a háromba, és kimondottan a B3-as volt, és most egy picit így pattogok a B3 meg a B4 között, ugye, aki nem tudja, az Audi rajongók erre így szoktak hivatkozni, B3, B4, ugyanúgy, mint a Mercedesnél az E, hogy amikor azt mondja valaki, hogy nekem egy 3-as BMW van, milyen? És akkor azt mondják E30. Akkor ez rögtön egy modell sorozatot behatároz. Az Audinál ugye a B, az a B platformnak voltak az Audi, a Audiai, ezek ugye a 80-as A4-es, és ugye B1-2-3-tól kezdték. Ugye a B1-es volt az 1972-ben, évautója lett még kereklámpás, majd utána lett faceliftje, és ugye a B2-es volt már a kockalámpás Audi, vagy négyszögletes lámpás, nevezzük így, és annak is volt faceliftje, és akkor úgy jött a B3-as, nem ez, hanem a B3-as. És azért hangsúlyozom, hogy nem ez, mert sokan úgy tekintenek erre a B4-esre, mint a B3-as faceliftje, de ez hiba. Nem igaz, és el is mondom, hogy miért. De a lényeg, amit mutatni szeretnék, hogy a B3-assal jelentek meg, például a 80-as sorozatban, ezek a színbe hozott ablakok, különleges ajtótömítéssel, ott jelent meg a ragasztott szélvédő, ugye korábban a B2-esnél nem ragasztott szélvédők voltak, és egy teljesen új karosszéria forma. Ez olyannyira új karosszéria forma, hogy nem csak a formája más, hanem a gyártás technológiája is megváltozott nagyon sok szempontból. És most itt nem csak a cinkfürdőre gondolok, ez ugye volt már korábban is más modelleknél, hanem arra, hogy az önhordó karosszéria szerkezetét úgy alakították ki, hogy nem az anyag vastagsággal fokozták a merevségét a karosszériának, hanem a különböző nyomatok, préseletek és egyéb részek statikus vagy szerkezeti merevségét növelték. Tehát ez egy nagyon-nagyon korszerű önhordó karosszéria volt, még mindig a B3-asról beszélek, és összehasonlítva, ugye gömbölyű Audinak is hívják, ugye nem véletlenül, mert ezek a legömbölyített formák végigmentek a B3-asnál is, és nagyságrendekkel jobb lett a
légellenállási anyagtényezője. Most persze ne arra gondoljunk, hogy az egyiknek volt 42, mint a bogárhátúnak, a másiknak 21 lett, hanem 30 fölül lementek a 29-28, attól függ, hogy melyik modellről beszélünk, ugye, mert különbözőek voltak. És a B3-as nagyon népszerű volt, de valahogy a technikai újdonságok és az egyéb dolgok miatt valahogy nem tudta megugorni azt a szintet. Nem tudott oda kerülni a 190-es Mercihez, nem tudott oda kerülni az E30-as BMW-hez. És akkor elemezték tovább, hogy mi lehet ennek az oka, és azt mondták, hogy egyrészt a belső térben felhasznált anyagok minősége nincs azon a szinten, másik pedig, hogy a motorválaszték nincs azon a szinten, hogy eljusson oda, ahol ezek már ott vannak, és nagy piaci részt szakítanak ki maguknak. És ekkor jött a B4-es. A B4-est azért nem szabad a B3-as faceliftjének tekinteni, mert így előről ránézünk, akkor picit változott a motorháztető, integrálva lett a hűtőmaszka, illetőleg hátul is némi változások voltak. A formanyelve, imádom ezt a szót, mert ezt a marketingesek nagyon szeretik használni, a formanyelv. A formanyelv így beszél, a formanyelv ezt mondja nekünk, a formanyelv. Na, de a formája maradt, mert ez egy ilyen meghatározó Audi forma lett, ez a lenyúló hűtőmaszk, itt még ugye nem a egybe, nem a malac pofájú, ahogy a szónév mondja, hanem ez még a... De a motorháztetővel integrált hűtőmaszk, ez ugye a 100-osnál is, vagy hát a A6-osnál is utána lett. És ugyanez a gömbölyű vonalak voltak, de a karosszériának például a tengelytávja is nagyobb lett, tehát megnyújtották, és olyan szerkezeti kialakítások voltak, hogy ennek például már volt dönthető ülése, és ennek ellenére a hátsó merevítő ugye ugyanúgy megmaradt, illetőleg hát ugyanúgy merev lett a hátulja a karosszériának. Ez egy nagyon-nagyon merev karosszériai autó. És nem úgy merev karosszériájú, hogy jó, de hát 1989-ben jelent meg, vagy 90-es évek elejéről beszélünk, hanem mai szemmel nézve ennek az autónak nagyon merev a karosszériára. Ha felállsz egy kerékkel a Járda-szigetre, vagy mélyre, a patkára, ugyanúgy csukódnak az ajtók. Nincs olyan, mint néhány korabeli társánál, hogy egyik kerékkel fölállsz, azt a hátsó ajtót már nem bírod becsukni, mert a zár nem oda megy a nyelvhez. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jó. Ez a modell egyébként egy 2-3-as quattro, és egy nagyon régen, H-s rendszámú, nagyon régen Magyarországon szereplő autó. És pont ez, hogy amikor megláttam azt, hogy ez ilyen állapotú, egyből rácsaptam. Kinyitom a motorháztetőt, hogy gyönyörködjetek a motorban, de még a karosszériáról szeretnék néhány dolgot mondani. Ugye ebben az időben a B4-es megjelenésekor még nem volt annyira ugye ez a légzsák mánia, meg biztonság mánia, hanem egyéb dolgokkal próbálták a biztonságot fokozni. Az egyik ilyen volt például, hogy párnázták jobban a műszerfalakat, illetve a kormányt, és az Audinak volt egy szabadalma, amit Procontent-nek neveznek, ez egy ilyen összevont szó, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, mindegy. Programmed Contraction Tension, ezekből a szavakból jön össze, azaz, hogy programozott visszahúzódás és feszültség, nagyjából ezt lehet mondani, és arról szól, hogy ha ide lenézünk, majd Tánya meg fogja mutatni, van egy olyan csigarendszer az autó motorterében, itt lent lehet látni a drótkötelet, itt bent mutatom, hogy amennyiben ütközéskor, frontális ütközéskor a motor megmozdul hátra, akkor egy speciális áttétel segítségével a kormányoszlopot eltávolítja a vezetőtől, és meghúzza az öffeszítőket. Tehát egy mechanikus öffeszítő és egy mechanikus kormányoszlop eltávolító. Ugye a légzsák előtti időszakban a kormány okozta a legtöbb sérülést az embereken, ezért aztán a kormányt el kell távolítani, hogy a légzsák annak ellenére, hogy a biztonsági öv csinál egy ilyen filmeffektust, hogy kijebb húzódik, ahogy megfeszül a spulni, azt is megfeszíti, és nem fekszünk rá a kormányra, sem elkassal, se fejjel. Ez volt a Procontent, és
Még egy érdekessége, ugye ez egy öthengeres motor, ez a 2-3-as motor, 133 lóerős, 5800-as fordulaton és 187 Nm 4000-es fordulaton, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy pörgős motor. Igazság szerint megoszlanak a vélemények, hogy miért van így a hűtő mellette, miért van így. Egyesek azt mondják, hogy a karosszéria nem adta ki az öthengeres motort, és így tudták megoldani, tehát nem fért el fizikailag. De a mások pedig azt mondják, hogy mivel a ProContem működése a motor elmozdulásán alapult, ugye ezért vannak speciális motortartóbakok, amik el tudnak törni, hogy hátra tudjon mozdulni a motor, ezért tették előre a motort annyira, hogy az első ütközésnél, amikor elkezd görbülni ez a kereszttartó, itt rögtön a motort ezzel a első bakkal megnyomja hátra, és a ProContem nagyon jól tud működni. Akár ez az igazság, akár az az igazság, vagy akár mindkettő az igazság, ez annyira klasszikus és jellegzetes, ahogy így ránézünk, hogy a motor itt elől, kicsit még a zárhídból is kivágtak, hogy elférjen a vezérlés, és ez a mellétolt hűtő. Azon túl, hogy tök szép ez a motortér, nem oxidált, nem folyik, nem pisálja az olajat mindenhol, megvan az összes műanyag. Ez a takaró is, ami a régebbi modelleknél préselt papírból volt impregnálva, de ezek el szoktak veszni az évek folyamán. Itt is megvannak azok a műanyagok, amit én magam is ritkán látok, főleg ilyen B3, B4-es Audinál. Egyébként pedig annyira öröm ránézni erre a motorra, mert ez egy igazi motor. Nincs műanyag takaró, egyébként az is itt jelent meg a B4-esnél, ezek a design motorok, majd mindjárt beszélek róla, és minden látszik. Gyertya, elosztófej, hajjeladós gyújtás van benne, és a híres hírhet K Jetronic, illetőleg egész pontosan KE Jetronic, mert ugye ez már elektronikusan szabályzott katalizátorral rendelkező motor, és itt már a KE Jetronicot alkalmazták. Természetesen bovdenes a gázpedál, ahol állítani lehet a holtjátékát, de ami érdekessége, légy Tánya, mutassuk meg, hogy egy két lépcsős dupla folytószelep van a szívó oldalon, amikor ez itt nyílik, akkor egy ideig itt még csak egy pillangószelepet nyit, itt pedig már a másodikat nyitja, és itt egy mikrokapcsolót is kapcsol. Tehát ez az utolsó mozgás, ez már csak a második folytószelepet nyitja. Menet közben ezt nagyon jól lehet érezni, mint amikor a kéttorkú karburátornak a második torok is kinyit, kicsit így magára talál az autó. Tök szép ez a motortér. Na, tehát azt akartam még mondani a motorokról, hogy pont a B4-es volt az, ahol bár nagyon sok motor volt kezdetben is, később azt mondták, hogy ahhoz, hogy belépjünk oda a Mercedes meg a BMW mellé, többféle motor kell, és ebben jelentek meg először a V6-os benzinesek. Ugye ez a soros 5-ös, ez már megvolt korábban is, persze picit módosították, de ez egy elég ősblokknak tekinthető. Viszont a 6-hengeresek, a V6-osok, a 2-6-os, illetve a 2-8-as ekkor jelent meg. A 2-8-as egy egész jól sikerült motor, 174 lóerővel, a 2-6-os 150 lóerővel az inkább iszik, de nem megy sehova. Ez hangja miatt jó, de nem a legjobban sikerült motor, mondjuk úgy. Tehát ha ilyet választotok, kerestek, akkor inkább a V6-os 2-8-al, de aki igazi Audis, szereti ezt a négy karikát, az mindig az öthengeresre szavaz. És ugye ebből a B4-esből már olyan öthengeresek voltak 20 szeleppel, ami párját ritkítja, és most csak a RS2. Egyébként, ha van valakinek ismerőse, akinek van igazi RS2-ese, és tesztelné, vagy odaadná tesztelésre, az egy igazi műszaki történeti érdekesség, az Audi B4 RS2 Avant. Úgyhogy ennyit erről a motorról, még annyit mondanék erről a motorról, hogy szerkezetileg, tehát ez az egy felülfekvő vezérmű tengely szíjhajtással majdnem olyan, mint a 72-ben megjelent négyhengeres, de ugye ki van bővítve, volt belőle 1.9-es és 2 literes, 2.2-es, 2.3-as, de egyben azonos volt az összes ilyen hengerenként kettőszelepes öthengeres motor, baromi jó anyagból van. Öntött vas motorblokk, könnyűfém hengerfej, nagyon jó anyagból van a vezérműtengelye, a szelepek, minden. Alig kell vele foglalkozni, hidegtartásban is nagyon sokat elmegy, és
a svéd barátaink szeretik ezt tuning alapnak is használni, mindenféle turbókkal megfújva, mert forgattyús mechanizmusa olyan erős, a motortömb olyan erős, hogy kisebb módosításokkal ezek 1000 lóerőig elmennek vele. A másik, ugye itt jelent meg ebben a B4-esben az 1.9 TDI motor, ami a Legeda, és nagyon széles motorpalettával lehetett választani az autót. Amiben még próbáltak feljebb lépni, az a belseje az autónak. Menjünk, megmutatom. Megmutatjuk, ahogy Zoli szokta mondani. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onix autótól. Ez az autó egy, hát egy szerintem a közepesnél kicsit rosszabbul felszerelt változat, mert a B4-esnél már nagyon sok extrát lehetett rendelni. Azt látjuk, hogy sportüléses, ez a szövet is, ez a plüssös, csíkos, ez is egy extra volt. Formájában nagyon hasonlít a B3-asra, de minden egyes kicsi pontban eltér, és amiben nagyon eltér, az a felhasznált anyagok minősége. Nem tudom sajnos nektek megmutatni, de ha megnézitek ezt a puha műszerfalat, ugye ennek erről beszéltem, hogy ütközésbiztonsági, tehát passzív biztonsági jelentősége is volt, a tapintása ennek a műanyagnak, mert ez műanyag, annyira bőrszerű, még itt ennek a konzolnak is ilyen totál bőrszerű tapintás, nyikorog, mint a bőr, szinte alig lehet megkülönböztetni a bőrtől, és ami érdekessége, meglepődtök, nem kopik le. Nem kopik le, mint utána az első A4-esnek a műanyagai, és összességében sokkal jobb állapotúnak tűnik ez a régi műszerfal, mint némelyik új. 204 ezer kilométer van az autóban, még mindig ott van a Car Classics műhelyben, apróságok vannak vele, mint például néha kiáll a játékból a fordulatszámmérő, illetőleg nem mutatja az üzemanyagszintet, de ezeket mindet meg fogják csinálni, és ez egy fantasztikus jó autó lesz. Felhívnám a figyelmet a quattro hajtásnak a hátsó differenciál zárjára, ez ugye fixre zárja a hátsó diffit, illetve ne felejtsük el, hogy a középső diffi, nevezzük így, ugye a váltóból jövő kihajtás, ez torzenes. Tehát itt igazi három differenciálmű van, amiből egy torzen, egy pedig hátul zárható. Ez megint egy olyan hajtáslánc, ami a párját ritkítja. Zárójelbe jegyzem meg, ugye, hogy a műszaki életben nincsenek előnyök, hátrányok nélkül. Sajnos a tömege azért elég magas lett ennek az autónak, mert nagy motorral, quattro hajtással ez eléri az 1450-1480 kg-ot, ami abban az időben nehéznek számított. A karosszériáról még annyit szeretnék mondani, hogy ugye a B3-asnál kezdte el az Audi a nem csak részleges, hanem a teljes cinkfürdőt, illetve hát egyesek szerint csak oszlopok aljáig bemártott karosszériát forró cinkfürdőbe, és ekkor még ilyen 10-14 mikronos vastagságú cinkréteg volt a nyers karosszérián, később ezt környezetvédelmi okokból, meg tömegcsökkentése miatt, meg ki tudja miért, lecsökkentették ilyen 4-6 mikronra, és bizony vissza is jött kicsit a korrózió, úgyhogy az új autóknál ismét vastagabb a cinkréteg. Az Audi az elsők között volt, aki ezt reklámozta is, és tényleg aktív felületvédelmet, ugye galvanizálást használt az autóin. Azt tudtátok egyébként, múltkor szembesültem vele, hogy a galvanizálás így használjuk, de ez nem más, mint Luigi Galvani nevéből van az is, mint a galván elem. Ez a kis olasz fizikus az 1700-as évek közepén, ez egy csomó dolgot csinált, és átvették a nevét. Ezt így mondjuk, a galvanizált karosszéria, de nem gondolunk rá, hogy Luigi Galvani nevéről jött ez az egész. Úgyhogy ennyit. Megmutatjuk csak azért, hogy ne érje szó a ház elét a hátsó ülésrészt is. A B4-es egy picit tágosabb, mint a B3-as, de azért nem arról híres, hogy annyira. Nekem most ugye kicsit hátrébb is van az ülés, hogy tudjak ott magyarázni. Nem annyira kényelmes, de egyébként az egész autó
mechanikailag egyszerűen fantasztikus, minden apró részletnek funkciója van, és minden apró részlet annyira jól van megcsinálva, hogy hihetetlen. Megkérem a Tányát, hogy vagy ott, vagy ide jöjjön, mutassuk meg az ajtózsanért, illetve a kitámasztót, az ajtó kitámasztót. Igen, mi vagyunk, csak a nevünk változott. Az Eurofleet mostantól MHC Mobility. A világ egyik legnagyobb leasing csoportjánál mindent megtalálsz. Dízel vagy elektromos? MHC Mobility. Ez az ajtó kitámasztó két lépcsőben támasztja ki, ez egy nagy rugó, ez pedig egy olyan mechanika, ahol ez a rugó be tud akadni, így próbálom mutatni. Ez a középállás, itt akad meg, illetve a végállás, itt akad meg. A hátsó ajtón picit máshogy, de ugyanígy van megcsinálva. Ez olyan, mint a nyomorúság. Örökké tart. Nem megy tönkre, örökké tart. Nem ez a műanyag bizbasz, amit beleraknak az ajtó belsejébe, és akkor megosztanak a vélemények, hogy kell zsírozni, nem kell, a zsírzod nem működik, ha nem zsírzod, nyikorog, és... Tehát itt ezen valaki elgondolkodott, és azt mondta, le van tojva emberek, csináljuk meg, lehet, hogy drágább, de ez tartani fog. És ez az egész autó minden egyes részletében úgy van kitalálva, hogy tartson. Olyan a motor, olyan a karosszéria felületvédelme, olyan a zsanérok kialakítása, az ajtózárak, a kilincsek. Most bármit ki tudnék emelni, itt a csomagtartó, nagyon nagy, viszonylag kicsi a nyílás, tehát a bőröndöt csak elfektetve lehet betenni, de teljesen kárpitozott, sok dolog belefér, és ugye mélyen van, egészen lenyílik a lökhárítóig. Ez sem volt a 90-es évek elején annyira ismert dolog, vagy annyira új, ugye a régebbiek is csak a tetejüket nyitották ki, nem pedig az alját. Külön érdekesség ez a lámpába integrált nyomógomb, sokszor a fiatalok itt keresik a nyitóját, nem emlékeznek, vagy nem tudják, hogy itt a nyomógomb, és ugye ez volt, a B4-es volt az utolsó Audi, ami még 80-as volt, utána jött az A4-es, illetve a B4-es utolsó darabjai már A4-esek voltak. Itt még ez is megvan, nem csak a ProContent biztonsági rendszer matrica, hanem a 80-as felirat, büszke lehet rá a tulajdonos, Quattro 2-3E. Ha már itt jártunk, és ugye a gyári kipufogó, tehát ez nem tuning cső, meg mi az más, hanem ilyen volt. A 6-hengereseknek, illetve az 5-hengereseknek dupla csövű kipufogójuk volt. És még egy érdekességet vettem észre, az autón állítható sportfutóműve van, ami vissza lesz szerelve gyárira, ezért picit keményebben megy. Ez a felni viszont nem ezért a kocsié, nem gyári felnie. Ha tudjátok, hogy ez mi ez a felni, én szerintem S6-osé, tehát a 100-asnak az S modell, vagy S4-esnek hívták, akkor szerintem azért, de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy kommenteljétek be, hogy ez minek a felnie. Viszont amit észrevettem az elején, hogy a frontja az... A V6-osokon volt ez az egybeépített lámpa és lenti irányjelző. Az 5-hengeresen én úgy emlékszem, hogy osztott indexes volt, és nem ez a lámpa, nem ez a lökhárító, de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy ezt is létszik, kommenteljétek be, hogy ez a front, ez 5-hengeresen volt, vagy nem volt. Én úgy tudom, csak V6-osokon volt ez az újabb front, illetve hát a 90-eseken, de ezen ez van. Nagyjából 4 napot tudnék még róla beszélni, de azt szeretném, hogy menjünk, még néhány dolgot szeretnék a futóműről mondani, haladjunk. A rovat támogatója az OMV, a Max Motion Premium üzemanyagok forgalmazója. A Max Motion üzemanyagok gátolják a korróziót és tisztítják a motort, így meghosszabbítják annak élettartamát. Amit ebben az autóban kimondottan szeretek, az az üléspozíció. Kicsit feljebb hozták a műszerfalat, már a B3-asnál is, a B2-höz képest. Körülvesz az egész autó. Ezek mind ilyen puha dolgok, hogy ütközéskor kevés sérülést okozzon. Nagyon szépen ráfordul az ajtókárpitra, ugye ez nem magától értetődő a 80-as évek végén. A belseje formabontó volt ennek az autónak abban az időben. A másik dolog pedig, hogy a Quattrónak teljesen más a hátsó futóműve, és a hátsó futómű az úttartás szempontjából, egyenes futás szempontjából általában eléggé alulértékelt dolog, pedig nagyon fontos
az autó kanyar tulajdonságai részéről. Ennek megfelelően a többlengőkaros quattro hátsó futómű sokkal jobb úttartást ad az autónak, mint a sima csatolt hosszanti lengőkaros első. Ezeknél az autóknál mindegyiknél hossz irányba van a motor, ugye elég sok a quattro hajtás, ugyanis az 1.6-oshoz nem volt rendelhető, de meg a kis dízelhez, de utána pedig a nagyobb motorokhoz, szinte mindegyikhez rendelhető volt a quattro hajtás. És ez a quattro hajtás nem ilyen viszkó, meg olyan, meg ilyen elektromos, meg pláne nem a Haldex, akármelyik generációs, hanem ez rendes, három differenciálműves, rendes quattro hajtás. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon jók a V6-os motorok, pláne a 2.8-as, mert jó hangja van, mert tényleg 174 lóerős, de aki szereti az Audit, az 5 hengerest választ, mert ez annyira jellemző erre a kocsira, és ez olyan szép hangja van, annyira jó szól ez az 5 hengeres, és nem mentünk most se gyorsan, és nagyon jó van áttételező a váltója, nagyon jó a fokozatkiosztás, egyszerűen ez egy nagyon jó megtervezett, nagyon jó autó. Az egy dolog, hogy most ez alatt ez a kávé állítható futómű, bár a maga kategóriájában jó, én a szériát előnyben részesítem, és szerencsére a tulajdonos is előnyben részesíti, úgyhogy vissza fogja helyezni a gyárit. Az 5 hengeres hang. Egyébként felkapcsol, 90-nel megyünk, felkapcsolok 5-be, az autó motorját egyáltalán nem lehet hallani. Ez olyan sejmes, sima járású ez az 5 hengeres, nem beszélve arról, hogy alapjáraton nulla rezonanciát hoz be, még annyit sem, mint egy 4 hengeres. Ami azért is érdekes, mert nem olyan régen, még az 50-es években azt mondták, hogy 5 hengeres motort a másodlagos tömegerők miatt nem lehet konstruálni, vagy legalábbis nem lesz jó a motor, ugye a 72 fokos forgattyúcsap elékelés miatt, de hát az idő az ellenkezőjét mondta. Itt lehet érezni, hogy a sportfutómű van alatta, nem pedig a széria, de nagyon, nagyon jó. És nagyon jó az egyenes futása is ennek az autónak. A futóműve az teljesen a mai kor színvonalán van. Tehát nem az, hogy itt gépészkedni kell a kormánnyal, mint James Bondnak, amikor vezette az első autót, hanem nagyon jól lehet vele menni, nagyon jó az egyenes futása, és tényleg jól működik. De ez a hang, ez mint a drog. Állandóan úgy érzed, hogy pörgetned kell. Egyébként ennek az autónak a Kádzs e-tronika is, azt mondom, hogy 95%-os, ami ritkaság, mert a Kádzs e-tronika egy elég kényes szerkezet, pláne egy 30 évesen, de ez csak ilyen átmeneti állapotban, amikor se nem hideg, se nem meleg a motor, akkor a hidegindításnál egy picit problémás, egyébként pedig tökéletes az alapjárata is, és tökéletesen indul melegen is, hidegen is. Csak az átmeneti állapotot kezeli rosszul. Hát ez a tipikus bemelegedés szabályzó hiba a Kádzseteknél, de ezzel együtt lehet élni. És amikor jó minőségű az út, nagyon szépen megy ez az autó. Ki lehetne belőle a világból menni? Rokona az ergonómiája egyébként, itt a mai Audikkal, meg a mai Volkswagen csoportos autókkal viszonylag mélyen ülsz, magasan van a műszerfal, benne ülsz az autóban, nem rajta, mint néhány egyéb autónál, úgyhogy tényleg nagyon jó. És ez az ergonómia, ami már akkor kezdett kialakulni és eljutni arra a szintre, ahol ma van az Audiban, meg a Volkswagen csoportos autókban, szerintem ez párját ritkítja. Ilyen apró figyelmességekkel, mint például a 4 fokozatú fűtőventilátornak az 1-es fokozat előtt fokozatmentesen lehet állítani a sebességét. Ez nagyon jó, mert akinek nem kell még az 1-es fokozat se, de azért azt szeretné, hogy a forgólapát ne akadályozza a beáramlást, az is simán tudja kapcsolni olyanra, amilyenre szeretné. Úgyhogy nem akarom igazán meghajtani ezt az autót, bár néha meg kell pörgetni, hogy az ember hallja ezt a hangot, és tényleg, most nézzétek, hallgassátok meg. Semmi nem jön. Van valami kis zörgés, tehát, hogy a csomagtartóban
Igen, hátulról van valami pici zörgés. Olyan jó hangja van ennek a motornak. Nagyon jó. Az Audi az 5 hengeres, én azt mondom. Viszont nézzük meg, hogy mit mond az Unix autóalkatrész webáruház, hogy drágák-e hozzá a cuccok. Mert hát ugye nem mindegy, hogy mi mennyibe kerül egy ilyen autóhoz, mert akármilyen jó, akármilyen szuper, akármennyire szeretem, azért ez elhasználódik előbb-utóbb, úgyhogy nézzük meg, Audi 82-3 benzin, milyen jó ezt kijelölni, nem ezres 3 henger, super boost, hanem rendes. 93-as modellt jelöljük ki, lépcsős hátú, NG motorkód, 5 henger, 133 lóerő, csodálatos. Rugózás csillapítás, első lengés csillapító, úgyis vissza kell tenni a gyáriakat. Van 23 000 forint az AZMT, az első, 25 a hátsó, 16 az első. Unix lengés csillapító, jelentsen is ez bármit. Sax lengés csillapító, 31 000. Van sok, optimál. Kajabából is van 66 ezerért, tehát erre azt mondom, hogy van választék. Most nézzük meg a felfüggesztést, ott pedig a futómű alkatrészek, illetve ne is azt, futóműjavító készlet. Egy első futóműjavító készlet Mapkóból 98 ezer, és csak ez kapható. Mondjuk ennek húzós ára van, de örüljünk, hogy kapható. És akkor utoljára még nézzünk meg a szűrőkből egy levegőszűrőt. Unix az 2000 forint, akciós most éppen, Filtron 3000, MAN 9000, sok van belőle. Tehát elérhetők az alkatrészek, de néhány dolog azért nem annyira olcsó benne, hát ahogy idősödik, egyre kevesebb utángyártó gyártja ezeket az alkatrészeket, egyre jobban mennek fel az árak, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy nincs, lehet kapni, csak nem annyira olcsó. Úgyhogy ez volt az Audi 80 B4-es bemutatónk, nekem nagyon-nagyon tetszik ez az autó, annak ellenére, hogy klímája sincs, tekerős ablak, de ezt szoktam mondani, egy autó nem a felszereltségétől jó, hanem attól jó, hogy jó. És ez tényleg pontosan ez a kategória, ez egy jó autó. Remélem, hogy ti is így gondoljátok, írjátok meg nektek, mi a véleményetek a formáról, az autóról és az 5 hengeres motorról. Búcsúzunk tőletek, iratkozzatok fel a TikTok csatornánkra is, oda is csináltunk néhány dolgot ezzel az autóval kapcsolatban. Olyan részleteket mutattam meg, ami nekem fontos, nektek lehet, hogy nem, de nekem nagyon fontos, mert a műszaki igényességről árulkodik, és Tányecskó is búcsúzik, mi is búcsúzunk. Sziasztok, örülök, hogy itt voltatok.